Jairus leányának történetét a Lukás evangéliumából a 8. fejezettől, a 40-től az 56. terjedő versig, így szól Istenünknek így jól. És lőn, amikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadá őt, mert mindjárt várják valakit. És íme eljöve egy ember, akinek Teológus vala a neve, aki a zsinagógának feladott, és Jézus lábai előtt leesvén, kéri őt, hogy menjen be az ő házába. Mert valamiként egyetlen leánya, mint egy 12 esztendős, és az a halálából. Amikor pedig ő véne, a sokaság szorongatta előtt. És egy asszony, aki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra töltötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Hátulról hozzájárulván illeti az ő ruhájának peremét, és azonnal eláll a vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illetett? És mikor mindjárt tagadták, mondta Péter, és akik ővel valázott. Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki illet engem? Jézus pedig mondta, illet engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származik ki tőle. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve, és előtte leesvén megjelenti neki az egész sokaság előtt, miért illete őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondta neki, bízzál leányom, te hited megtartott téged, eredjel békességet. Mikor még a szó a szájában vala, eljöve egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván neki, meghaltott a járnak, ne fárazd a mestert. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, felele néki mondván, ne félj csak higgy, és megtartott. Bemennünk pedig a házba, senkit nem bocsátta be, csak Pétert, Jakabot, Jánost és a leányzó atyát és anyját. Sírának pedig mindjárt, és gyászolták őt, azt, ő pedig mondta, ne sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt, tudván, hogy meghalt. Ő pedig mindenkit kiküldvén, és a leányzó kezét megfogván, kiállta és mondván, leányzó, kelj fel! És visszatér-e annak a lelke, és azonnal fölkele, és parancsolá, hogy adjanak néki enni. És elárulja kurának annak szülei, és pedig megparancsolá, hogy senkinek ne mondják, ami történt. Köszönöm szépen. Szívem telve van hálával Isten iránt. Mind azért, amit már hallottunk, amit hallhattunk itt ezen a helyen, ami elhangzott, és nagyon hálás vagyok azokért a bizonságtételekért, énekekért, amelyek támogatják azt az igazságot, hogy az Úr Jézus Krisztus ma is él. És én nagyon örülök annak, drága testvérem, én hiszem, hogy ma este itt Istennek a lelke fog nyitni egy olyan kegyelmet, egy olyan nagy lehetőséget számodra, hogy az, ami téged köt, az, ami téged gyötör, és ami mindig újra és újra vissza vezet téged a mélybe, az a erő, az a gonoszság, az meg lesz törve, és már meg van törve az Úr Jézus Krisztus nevében. És én hiszem, hogy meg fogsz szabadulni. Hiszem, hogy innen, erről a helyről úgy fogsz távozni, mint az, aki már fölszabadult. Akiről lehullottak azok a kötelek, akiről leesett az a háló, amit a gonosz reá vetett. Az Úr Jézus Krisztusnak ma is hatalma van. Ma is hív bennünket, és ezt az alkalmat is hiszem, hogy az ő drága lelke úgy fölhasználja arra, hogy te ma innen szabadon és boldogan mehetsz haza. Olyan csodálatos volt, és hadd mondjam testvéreim, hogy már a mai estének már van gyümölcse, mert előbb, ahogy ide jöttem volna, foglalkoztam valakivel, aki megnyitotta az ő szívét fiatalok közül, megnyitotta az ő szívét, befogadta az Úr Jézus Krisztus, megszabadult, és hiszem, hogy meg is gyógyult abból a megkötözöttségből,
amiben fogta őt, tehát a gonosz. Dicsőség Istennek, hogy már Isten úgy előfutamba már munkálkodott és szabadított. Annyira itt van Istennek drága szent lelke, és én nagyon kérlek tégedet, ha ma este fogod érezni a te szívedben, hogy Isten érint tégedet, ne keményítsd meg a te szívedet, hanem engedd neki, és mondd meg, Uram, én életemben ilyen alkalom nem volt sok, és lehet, hogy valakinek első alkalom az ő életében, akkor használd ki azt az alkalmat. Mondd meg, hogy Uram, itt vagyok. Itt vagyok bűnösen, itt vagyok összetörve, itt vagyok, mint az, aki rá vagyok utalva a te kegyelmedre. És fogadd be Jézus Krisztus. Lehet, hogy valaki azt mondja, nekem nincs szükségem Jézus Krisztusra, azért, mert nekem jó mennek a dolgaim. Ma este bemutatok nektek két családot, amelyben folyt az élet, és nagyon érdekes módon az egyik családban 12 év öröm folyt, és a másik családban 12 év fájdalom, bánat és szorongatások, betegség. Nagyon csodálatos nekem ez a bizonságtétel, amik itt elhangzottak. Én nem mondtam a testvéreknek, hogy miről fogok prédikálni, de annyira látom, hogy a Szentlélek előkészítette az én prédikációmat. Megfigyeltétek, a bizonságtételekben voltak olyanok, akik összetört élettel jöttek Jézushoz, és voltak olyanok, akik abban a jóban, abban a örömben, az én testvérem azt mondta, hogy bővölködött a anyagi dolgokban, és mégis meglátta, hogy nem lehet így tovább, hogy üres az élete, és szüksége van Jézusra. Úgyhogy ilyen két oldalról megközelíthessük a helyzetet, hogy vannak emberek, akik azt gondolják, nekem, én bírok az én életemben, én nekem van még öreg benzinből, én ezt el tudom használni, én nekem minden jó megy, sikerül az üzlet, sikerül az élet, minden jó irányban megy, de rá fog kellened jönni, hogy egy nap neked is szükséged lesz Jézusra. És hogyha te hátat fordítottál neki, akkor milyen jogon fogsz te tőle követelni segítséget? Nagyon sok ember csak úgy tartja az ő életében Jézus Krisztust, mint egy keresztet a falon, oda akarsz-e, Uram, te itt legyél, de ne gyere, mert nekem, tudod, nekem mindenféle érdekem van, vannak mindenféle gyengeségeim, hát nehogy beleváns az én életembe, itt fogod tisztelni, de életemben ne gyere bele. Vigyázzunk testvérek, Krisztus nem a falra tartozik. Krisztus a szívünkbe kell, hogy hordozzuk. Krisztus, Jézus, ami szívünkbe kell fogadni, és Krisztus ott kell hordozni a mi életünkben, hogy ha jól mennek a dolgok, ha harcok és küzdelmek, ha nélkülözések vannak, akkor tudnunk kell, hogy eljön egy olyan perc, olyan óra az életünkben, ami megpróbál bennünket, hogy milyen alapra építettünk, és meglássuk, hogy senki rajtunk nem segít, egyedül ő. Ezért Jézus ne falra tevédjétek, hanem a szívetekbe hívjátok. Szívünkbe kell hívni Jézus Krisztust, és élni vele. Nagyon csodálatos ez a ige szakasz. Az egyik családban nagyon nagy öröm. Megszületett egy kislány. 12 évvel ezelőtt megszületett egy kislány, és hát milyen nagy öröm az, mikor egy családban jönnek gyermekek. Én életemben is nagyon nagy örömök voltak mindig, mikor már vártuk a családot, feleségem hazahozta a kicsit, úgy tudtam gyönyörködni,